A világgazdasági folyamatokból látszik, hogy ez az év sem lesz könnyű a mezőgazdaságban, emelte ki a videóban Nagy István. A történelmi asszály hatásai, az orosz-ukrán háború, a brüsszeli szankciók következményeként megjelent energiaválság kikerülhetetlen hatással van az életünkre, tette hozzá a miniszter. Tisztában vagyunk a magyar gazdálkodók problémáival, és közösen meg tudunk küzdeni a nehézségekkel. A tavalyi év nagy sikere, hogy az Európai Bizottság elfogadta a közös agrárpolitika stratégiai tervét. A 2027-ig tartó időszakban Magyarországnak járó uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról kedvező megállapodás született. A történelmi lehetőségek és forrásoknak köszönhetően alapjaiban újulhat meg a magyar agrárium. Nagy István kiemelte, az uniós források a kiemelkedő arányú nemzeti költségvetési hozzájárulással együtt minden eddiginél nagyobb segítséget jelenthetnek a magyar vidék, a gazdálkodók és az élelmiszerfeldolgozók számára. Az idei év első hónapjának legfontosabb gazdálkodási feladata az új agrártámogatási rendszer feltételének megismertetése és alkalmazása. A miniszter hozzátette, fontos, hogy a gazdák felkészüljenek az egységes kérelem tavaszi benyújtására, ehhez a minisztérium minden lehetséges eszközt megad.